Az egészséghét jegyében tartott előadást az Egészséges Életmód Klub Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A csoport 1991-ben pontosan 30 éve alakult. Napjainkban közel 20 taggal rendelkeznek, mondja a vezető. Amikor ez a klub megalakult, akkor az embereknek nagy érdeklődésük volt a természetgyógyászat irányába. Valahogy mindenki tele volt már az orvosi sikerekkel és nem sikerekkel, és valahonnan nyugatról beszivárgott, és valahonnan keletről is a természetgyógyászat, és ennek érdekében a volt vezető, mert nem én voltam akkor a volt vezető az összehozott egy klubot, nagyon sokan voltunk, 90-en volt az első találkozásunk. Sok előadót hívtunk mindenkinek, akinek érdekebb volt, hogy klienseket szerezzen magának, azok ingyen jöttek előadást tartani a természetgyógyászat klubba. A természetgyógyászat a maga természetes anyagoknak a felhasználásával dolgozó tudomány, ami nagyon sokféle ága van neki, van a különféle masszírozóterápiák, a különféle gyógynövényterápiák, a vízterápiák, a gyógyfürdőknek a terápiája. Aztán nagyon sok ember, ha megismeri saját testét, akkor abból kifolyólag tudja, hogy ezekből a terápiákból melyik irányba kell lényegében elindulni. Van olyan is, hogy napterápia, van olyan is, hogy sóterápia. Aztán ugye a természetgyógyászathoz még hozzátartozik a különféle akupunktúrák, akupresszúrák. Már megfogja a kis csörgőjét, már meg is rázza, már átveszi egyik kezéből a másikba, tehát tud tudatos mozgásokat csinálni, illetve egyre jobban reagál a környezetére. Mi az, ami kiváltja ezt a fejlődést? A csoport ezúttal Reiszné Szőcs Edit gyógypedagógust kérte fel, hogy tartson előadást arról, hogy a különböző környezeti változások milyen hatással vannak a gyerekek fejlődésére. Mondhatnám, hogy ezek a változások lassúak, és ezért észrevétlenek. Ez nem igaz. Nagyon gyorsak ezek a változások, de valahogy mégsem tudatosulnak, sem a pedagógusokban olyan mértékben, ahogy kellene, sem a szülőkben. És én úgy tapasztalom a kollégáimmal együtt, hogy ennek a gyerekek esnek áldozatul. Tehát egyre nagyobb az űr, a gyerekek mai állapota, és az oktatás által elvárt teljesítmény, illetve a szülők által elvárt teljesítmény és viselkedés között. És hogy emögé nézzünk, igazán ez lenne a mai estének a programja. Az agyunknak az a feladata, az elsődleges feladata, hogy a környezetre reagáljon. Tehát a környezet változik, akár az emocionális, akár a szociális, akár a fizikai, biológiai környezet, ezt az agy lereagálja. Ő reagál elsőként, és nem mindig látunk bele a gyerekek fejébe, hogy ott hogyan húzalozódnak ezek az új kapcsolatok, ami eltér az előző generációkétól, csak a tüneteket látjuk. Hogy egyre több a csúnyán író kisgyermek, egyre több a diszlexiás, egyre több az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek, és akkor csak állunk, hogy vajon miért. És a neuropedagógia, a neuropszichológia ezt kutatja, hogy igazán mi történik az agyban, milyen változások, külső hatások hozzák létre ezeket a változásokat, amiket ilyen tünetekben tapasztalunk. Ez sem élet, az sem jó. Hát azt mondta a neurológus, hogy minden rendben van. Orvosi szempontból. Más a mérce. Épp a gyerek, és azt mondjuk, hogy teljesen épp az idegrendszer. Vannak közvetlen biológiai okok, mint például a táplálkozás. Az nem az én asztalom. De az, hogy a nevelésben, a szülők attitűdjében való változás hogyan hat a gyerekekre, illetve a digitalizáció. Én mozgásterápiával is foglalkozom, és nagyon tapasztaljuk, hogy a mozgásszegény életmód például hogyan hat a gyerekekre. Az, hogy sokkal kevesebb érzékszervi tapasztalatot gyűjtenek be, akár már csecsemőkortól, hogy ez hogy hat az idegrendszerre, mennyiben lesz más a struktúrája, mire iskolába kerülnek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma,
Tehát én inkább erről fogok beszélni, ezekről a tapasztalatokról. A szakember szerint nem tehetnek mást az emberek, mint hogy alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. Egyrészt ugye van egy biológiai, társadalmi, szociális környezet most, ami körülvesz minket. Tehát egyrészt az alkalmazkodásnak szerintem egy nagyon fontos mozzanata a szülői tudatosság. Hogy egy picit, egyrészt tudjuk, hogy milyen világban élünk, nem lehet ellene dolgozni, nem is kell, viszont a mértéket mindig meg kell találni. És hogy ebben nagyon fontos szerepet játszanak a szülők. Akár ha táplálkozást nézzük, akár a kütyű használatot, ugye most divatos szóval. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos, amiben alkalmazkodni kell. A másik, hogy a gyerekekkel szemben támasztott elvárásokat kell módosítanunk, mivel ők másra képesek, mint például az én generációm volt, mert hogy másképp működik az idegrendszerük.